Budapest, Csokonai Kulturális Központ. Színház, zene, tánc, kiállítások mindenkinek. Egész évben, 7 helyszínen. Az élmények otthona. Az epizódban most az akkordokról lesz szó első körben, mégpedig az előző órán megtanult C-dur skálából fogunk akkordokat felépíteni, és ebből most három nagyon alapvető akkordot fogunk megtanulni. Elég most három akkord, mert többet nem tudok, ha mást is játszani. Már azt gondolhatnátok, hogy gitáros vagyok. Három akkord most megmutatja azt, hogy a dalhoz nem kell más, csak gyere és érezd néha jól magad. Az akkordokról egyelőre annyit kell tudnunk, hogy akkor nevezünk valamit akkordnak, hogyha egyszerre több hang szólal meg. Ennek vannak bizonyos szabályai, ezt most egyelőre nem fogjuk átbeszélni. Egyelőre annyit elég tudnunk, hogy a most megtanult három akkord, az mind a C-dur skála hangjaiból fog állni. Ezeket hármas hangzatoknak hívjuk, pontosan azért, mert egyszerre három különböző zenei hang szólal meg. Az első akkordunk a C-dur. Ez talán az egyik legelső akkord, amit megszoktak a gitárosok tanulni, amikor már odáig eljutnak, hogy akkordokat fogjanak a gitáron. Három hangból áll, ugye ez is egy hármas hangzat. C, E és G. Tehát a C-dur skálából kivettünk három hangot, és így alkottuk meg a C-dur skálát. Azt, hogy hogyan kell lefogni, azt itt egy ábrán fogjátok látni. Hogyha elnevezzük a bal kezünk ujjait, beszámozzuk, 1-es, 2-es. 3 gléze. 3-as, 4-es. Akkor a következőképpen néz ki az akkord. Ahúron a harmadik bundra letesszük a gyűrűs ujjunkat, tehát a hármast. A D-húra a második bundra a középső ujjunkat, tehát a kettest. Üresen hagyjuk a G-húrt. Majd az egyes ujjunkat, tehát a mutató ujjunkat letesszük a H-húr első bundjára. És még a felső E-húrt üresen megpengetjük. Ez ugye így megpengedve úgy tűnhet, hogy nem három hang, hiszen ugye öt húrt pengetünk meg. Valójában azonban egy-egy hang többször is megszólal ezen az akkordon belül. A következő akkordunk az F-dur lesz. Nagyon hasonlít a fogása a C-duréhoz. Annyi a különbség köztük, hogy minden ujjunkat feljebb pakoljuk egy picit. Az ábrán látjátok pontosan. Itt most nem az A-húrról indítjuk, hanem a D-ről. Tehát a D-dur harmadik bundjára letesszük a hármas ujjunkat, a G-húr második bundjára a kettest,
a H-húr első bundján marad az egyes ujjunk, és ezt elfektetjük, és így lefogjuk az E-húron is az egyes bundot. Hallgassuk meg őket egymás után. A harmadik akkordunk pedig a G-dur lesz. Ez viszonylag egyszerű fogás, nagyon sok benne az üres húr. A kettes ujjunkat tesszük most az E-húr harmadik bundjához, az egyest az A-húr második bundjához, és a kis ujjunkat, a négyest letesszük a magas E-húr harmadik bundjához, a többit pedig üresen hagyjuk, és így pengetjük meg. Hallgassuk meg ezt a hármat egymás után. És visszaértünk. Hallás után érződik, hogy ezek az akkordok egymás után egy nagyon szép ívet adnak a zenének. Ez azért van, mert a zenében az egyes hangzatok, azok mindig valamilyen funkciót töltenek be. Egy hármas hangzatnak háromféle funkciója lehet a zenében. Lehet tonika, szubdomináns vagy domináns funkciója. A tonikai funkció azt jelenti, hogy az fogja megadni a zenében a nyugvópontot. Domináns, ő lesz az uralkodó jellegű akkordunk, ott egy ilyen feszültségkeltés történik. Mindenképpen várja a fülünk, hogy feloldódjon ez a feszültség, így jön vissza a tonikára. A szubdomináns arra szolgál, hogy a két akkordot átkösse, általában a tonikáról a domináns akkord felé váltunk egy szubdomináns akkordra. Ez lesz most nálunk az F-dur. És visszaértünk tonikára. Az, hogy milyen akkord, milyen funkciót tölve, az a hangnemtől fog függni. A hangnemet pedig a már tanult C-dur skálával meg tudjuk határozni. Hogyha nem használunk módosított hangokat, akkor a C-dur skálában ugye megadja a C-dur hangnemet. Ha megnézzük a C-dur skálát, akkor láthatjuk, hogy az első, a negyedik és az ötödik hangjáról indítottuk az akkordokat, azokra építettük föl. Na most az első fok, az a hangnemen belül mindig a fő tonika, a negyedik a fő szubdomináns, az ötödik pedig a fő domináns lesz. Ez minden egyes hangnemben így van. Nem csak a dur, hanem az úgynevezett moll hangnemekben is. Ezeket most egyelőre ne piszkáljuk. Ha már biztonsággal le tudjuk fogni ezeket az akkordokat, akkor megpróbálhatjuk őket egymás után váltogatni. Pengessük meg mondjuk négyszer C-durt, négyszer az F-durt, és négyszer a G-durt. Próbálhatunk neki valamilyen ritmikát adni,
a jobb kezünkkel. Esetleg egy más miatt. Egy nagyon népszerű pengetési mód az úgynevezett le-le-föl-föl-le-föl pengetés. Ez a pengetés irányát jelzi. Tehát kettőt pengetünk le, kettőt föl, majd egyet váltva le-föl. Próbáljuk meg azt, hogy telefonnal felvesszük magunknak ezt a kíséretet. Majd a C-dur skála hangjait próbáljuk meg rájátszani. Ezután megpróbálhatunk különféle dallamokat kitalálni. Ez már az úgynevezett improvizáció alapja. Az improvizáció a könnyű zenében elengedhetetlen, rengeteg műfajban előfordul. Még hogyha olyan zenét hallgattok is, amiben nem hallottok gitárszólót esetleg, nagyon sokat segít akár dalszerzésben, akár hallásfejlesztésben, és a fantáziátokat is megedzi. Bátran próbálkozzatok!